Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy ilyen, hát ez most egy ilyen dumálós videó lesz, amikor elmondok pár dolgot. Na hát csapjunk is a lecsóba, kezdem az legelején. Megtekintések. Elértem YouTube-on a 250 ezer megtekintést múlt hónap végén. Tehát pontosan itt van, hogy most van jelenleg 261.765 megtekintésem, és ezt nagyon szépen szeretném megköszönni minden kedves feliratkozómnak és minden emberkének, aki nézi a csatornámat. Tehát elsősorban. Jönnek a feliratkozók is folyamatosan, bár most az elmúlt pár napban volt egy kis visszaesés, mert leiratkoztak egy páran, aztán nem nagyon iratkoztak, most megint kezdtek feliratkozni, szóval változnak itt a dolgok. De gondolom, hogy egy pár elhagyott kommentemért egy bizonyos embernél, tehát annak köszönhetem a leiratkozásokat, de nem zavar, úgyis visszajönnek, szóval nem probléma. Ha nem ők, akkor más. Na hát, megtekintésekről szóval ennyit, hogy köszönöm szépen mindenkinek, akik néznek és figyelnek engem folyamatosan. Felírtam itt egy kis szövegből, hogy miről is akarok beszélni, hogy nehogy elfelejtsem. Vagy kihagyjak valamit. Igen. Tehát a megtekintésekről, feliratkozásról már beszéltem. A következő dolog, amiről akarok beszélni és kérdezni, hogy a videók hosszáról. Mivel most a Far Cry 3 videókat eddig mind ilyen egyórás videókra csináltam, vagy még több, hogyha úgy alakult. De ezt én most átalakítottam fél órásra. Ennek az oka a következő. Pontosabban az, hogy nem nagyon nézik végig ezeket a videókat. Viszont a még fél órás, azokat jobban végignézik az emberek. Úgyhogy, hát átálltam a fél órás videókra, ami viszont, hát nem tudom. Mert én úgy gondoltam, hogy inkább legyen kevesebb videó, de legyen hosszabb, tartalmasabb, mit tudom én. De hát látom, hogy ha nincs értelme, akkor nem csinálom, mivel nekem időt húz úgy is, hogyha egy-egy órás videót csinálok, mert rengeteg idő a konvertálás, a feltöltés, minden. Fél órás videóval sokkal egyszerűbb nekem is, és sokkal egyszerűbb, hogy nap mint nap legyen belőle mondjuk videó. Na, tehát ezek most már ilyen fél órás videók lesznek. Erről örülnék, hogyha elmondanátok a véleményeteket. Következő dolog, amiben ismét kérem a véleményeteket, az a mikrofonos videók. Mivel én csináltam a végigjátszásokat általában, vagy nem, általában nem mindig mikrofonos videókat csináltam, szóval beszéltem bennük. Viszont az elmúlt pár napban nem beszéltem, mert úgy gondoltam, hogy megnézem, hogy így milyennek lesznek a statisztikák, és a statisztikák azt mutatják, hogy túl nagy különbség nincs a közt, hogyha beszélek vagy nem beszélek, mert a megtekintések kb. Ugyanannyi. Ugyanúgy alakulnak, viszont én a mikrofonos videókon úgymond csak vesztek, de hogyha tartotok igényt, hogy a végigjátszások mikrofonosak legyenek, akkor írjátok le kommentbe, és meglátom, hogy ha látom, hogy van értelme, és vannak, akik kérik, és úgy szeretik nézni csak, akkor lehet ezután is úgy lesz, de lehet, hogy nem. Ez, hogy miért mikrofonos, miért nem mikrofonos, ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Mivel a videóim nagy részét nem magyarországiak nézik, így szerintem, hát azokat biztos, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy én magyarul beszélek úgymond a videókba, szóval ezzel én végül is nézettséget vesztek. Mert hogyha nem beszélek benne, vagy mondjuk angolul beszélnék, akkor sokkal nagyobb nézettséget hoznák vele. De az angolom nem annyira jó, hogy most én az fél órákon keresztül beszéljek folyamatosan szinte, vagy legalábbis csak annyit, hogy bebeszóljak valamit, mert nem akarom, mert utána azzal fognak jönni, hogy te szerencsétlen, nem tudsz beszélni, akkor miért kommentelsz, blablabla. Bla. Szóval inkább nem lesz hozzá mikrofonos felvétel, csak maga a játékhangok, stb. Hát erről is leírhatjátok a véleményeteket, hogy szerintetek ez így jó, vagy nem. Erre tudok mutatni nektek statisztikát is. Tehát itt van, látszik, amerikai megtekintések közel 6000, magyarországi megtekintések csupán
4400, utána orosz, brazil, román, török, stb. Stb. Tehát látjátok, hogy a magyar megtekintések nincsenek olyan arányban, hogy az nekem megérje, hogy én most úgy csináljam a videókat. Igen. És a másik dolog, ami megint csak egy érdekes, hogy hát ugyebár a magyar megtekintésekért nekem nem fizetnek szinte, hát mondhatjuk azt, hogy szinte semmit nem fizetnek a magyar megtekintésekért. És igen, lehet jönni azzal, hogy na hát akkor én is végül is csak a pénzért csinálom. Hát ez egy olyan dolog, hogy most már én is ráállok erre, hogy akkor már akkor legyen hasznom is belőle, mivel elértem, igen, még egy dolog, átléptem az 500 feltöltött videót, és mint látjátok, én nem ilyen 1 perces, 2 perces, 3 perces kis rövid szar videókat csinálok, hanem 10, 15, 20, 1 óra ilyen hosszú videókat csinálok, és már hogyha nekem ennyi munka van benne, mert nem kis idő lekonvertálni egy 1 órás videót még ezzel a géppel se, ugyanakkor egy ilyen 7-8 gigás videókat feltölteni YouTube-ra se egyszerű. Úgyhogy van benne nekem is munkám, és ezért hát 0,02 dollárért 1000 megtekintés után nem éri meg vele foglalkozzak. Vagyis nem, hogy nem éri meg, de hogyha kaphatnák többet is érte, akkor miért ne? Ezt szerintem mindenki megérti, és legyek akármilyen szemét, pénzéhes, nem tudom mi. Nyugodtan mondhatjátok rám, de itt vannak a statisztikák, látjátok, nem Magyarországért kapom, néznek a legtöbben, hanem mondjuk Amerikából. És nem mindegy, hogy Amerikából kapok 2 dollárt 1000 megtekintésért, és Magyarországról kapok 0,02 dollárt 1000 megtekintés után. Úgyhogy ezt nekem mérlegelnem kell, hogy nekem, hogy végül is én is járjak valamennyire jól ezzel. Mert már hogyha ennyi videót megcsinálok és feltöltök, meg foglalkozok vele, rengeteg időm elmegy rá, akkor legalább legyen belőle valami kis hasznom is. Úgyhogy ezek után, ezért, meg hát ezért is nem nagyon akarom a mikrofonos videókat, mert most akkor miért erőltessem, hogyha annyira nincs értelme talán. Na hát a például a Dota 2 ősbemutatók azok magyarul fognak jönni ezután is, mert ezt úgy kezdtem el, akkor ezt úgy be is fejezem. Ha lesznek ilyen multiplayer játékok, amiket másokkal játszok majd közösen, tehát ilyenek is lesznek, és lesznek ezután egyre több, akkor ezeket is mikrofonnal fogjuk játszani, mert csapatban játszunk többen, és így érdekesebb. És itten jön megint egy következő dolog, Dota 2. Hát én nagyon ráfügtem a játékra, meg is lehet nézni, hogy 62 órát játszottam az elmúlt, 66,6 órát játszottam az elmúlt 2 hétben. Úgyhogy hát nagyon megszerettem, és mindenkinek ajánlom, aki esetleg még nem próbálta, vagy nem szereti, mert az igaz, hogy belépsz, ha soha nem játszottál még, akkor nagyon nehéznek tűnik. De hogyha játszol 1-2-3 órát vele, kínlód, szenvedsz, próbálkozol, meg rájössz, hogy mi hogy van, vagy esetleg megnézed az én videóimat, és megnézed, hogy mit hogy kell nagyjából, vagy választod egy olyan hőst, akivel én már játszottam, és megnézed, hogy kell azt, milyen tehát, hogy mik a jó cuccok hozzá, hogy vegyél meg ilyesmi, hogy kell mégis játszani vele, akkor hamar rájössz, és meg fogod szeretni szerintem. Na, tehát én akarok csinálni egy csoportot most, ahova ismerősöket felhozom, utána a csapatba szeretnék majd játszani, TS biztosítva lesz, hozzáértő emberek is lesznek. Tehát egy jó kis csapatot akarnák, akikkel lehetne akármikor játszani. Mert hát ha a csapatba játszunk, akkor sokkal több pontot kapunk, és ilyesmi. És az nekünk csak jobb, mert gyorsabban nő a szintünk. Na hát akkor, igen, a Dota 2-vel ezt. Akinek nincs esetleg meg a játék, Steamen, ha van akkontja, ír nekem, felvesz barátnak, rám ír üzenetbe, vagy mit tudom én, és küldök neki invitet. Tehát nem kell megvenni, nem kell semmit csinálni, írsz nekem, és én küldök hozzá meghívót, és letöltöd a játékot, és játszol, tök ingyen. Nem kell semmit fizessél érte. Aki itt esetleg érdekel, vagy megmozgat a Dota 2, az írjon, tényleg vegyen fel Steamen, írjon rám is. Én beteszem csapatunkba is, a csoportomba, aztán remélem, hogy az bővülni fog egyre jobban,
adok majd teljes hozzáférést is, hogyha van mikrofonon is akarsz beszélni, mert úgy sokkal könnyebb a játék. Na hát, akkor így ez erről ennyit. És a Social Blade partnerségről is szeretnék beszélni nektek. Mivel most az elmúlt hónapban volt egy érdekes, tehát nem hogy elmúlt hónapban, hanem most hónap, múlt hónap végén, felléptem, mert van nekünk egy ilyen kis helyünk, ahol egy dashboardunk, ahol fel tudunk menni és nézzük a statisztikáinkat, stb. És jött a nagy meglepetés belépés után, hogy ezután, legalábbis ha én jól értelmeztem, tehát ezután nem fognak fizetni minden hónap végén. Tehát a Social Blade nem fizet most már minden hónap végén, mint ahogy eddig. Azzal a kifogással, hogy sokszor kevesebb pénzt kell utaljanak az egyes partnereknek, mint amennyibe kerül maga az utalás. Tehát én ezt teljesen megértem, főleg úgy, hogy felvették a sok partnert, akiknek van ilyen napi 100 megtekintésük, és csinálnak összesen egy hónapba $2, vagy max 3-at, vagy még annyit sem, mert annyi nézettséggel nem tudnak annyit csinálni. És akkor pampognak, hogy nekik miért csak ennyi pénz jön, meg mit tudom én. És mivel mi PayPal-on kapjuk a pénzt, azért persze 2 euró az utalás ide-oda, levenni is, hogy 2 euró a pénzt. Úgyhogy nekik is ez így nem éri meg szerintem, és én ezt így el is ismerem. És behozták azt, hogy most már $50 kell legyen a minimum, ahhoz, hogy ki lehessen venni a pénzt. Tehát ha nem éred el az $50, nem küldik el a pénzt. Ez ilyen egyszerű. Most azt én se tudom pontosan, hogy hogy is van ez az $50, hogy tehát úgy kell összejön, hogy ők levonják a 40%-ukat, mert ugye annyit vonnak le, és hogyha úgy marad $50, akkor küldik a pénzt, vagy ha összejön $50, és abból még levonják a 40%-ot, de akkor már küldik a pénzt. Tehát ezt még nem tudom, és azt se tudom pontosan, hogy hogy küldik a pénzt. Tehát, hogy most megint hónap végén, ha hiába nekem hónap elején, egyik hónapról a másikra, hónap elején összejön az $50, akkor majd csak, akkor meg is kapom a pénzt, vagy csak jövő hónap végén. Bár gyanítom, hogy következő hónap végén kapom meg a pénzt. Igen. Szóval akik most akarnak Social Blade-hez partnerséget, és na, ezt jól elmondtam, tehát aki most akar Social Blade-nél partner lenni, az erre gondoljon, hogy egy kezdő csoporttal, és kezdő akkonttal YouTube-on kevés megtekintéssel lehet, hogy csak egy fél év múlva fog kapni pénzt, vagy egy év múlva. Mert ha nem fejlődsz dinamikusan, akkor nem kapsz pénzt. Ez ilyen egyszerű. Mivel napi 100 vagy 500, de még 1000 megtekintéssel se keresel, főleg ha magyarországiak nézik a videóidat, nem keresel $50 egy hónapba. Soha. Szóval ez ilyen dolog. Úgyhogy gondoljátok meg, hogy hol akartok partnerek lenni, és kinél akartok partnerek lenni, meg hogy egyáltalán akartok-e partnerek lenni ilyen feltételek mellett. Mert mai napig jönnek és kérdik az emberek, hogy hogy lettem partner, hogy hova érdemes menni, mit tudom én, vannak, rengeteg helyre lehet menni, TGN, ott is nagy cigányság van, mert ott se küldik a pénzt, ahogy hallottam, vagy össze-vissza fizetnek, vagy nem fizetnek, vagy mit tudom én, szóval ott se fenékig tejföl az élet. Machinima pedig szóba se áll kis emberkékkel, akiknek nincs több ezer feliratkozójuk és több ezer megtekintésük naponta. Go Potato, meg ilyenek, ezek a helyek azt hiszem csak felvétel, tehát ők keresnek meg téged, nem is lehet hozzájuk jelentkezni. Vannak még Fullscreen, mit tudom én milyen partner cégek, de én mondom nektek, hogy egyik se külön, mint például a Social Blade. Tehát ebből nem lesz így jó senkinek se, úgyse. Én még mindig azt mondom, hogy a Social Blade az egyik legkorrektebb, legalábbis én meg vagyok velük elégedve, annak ellenére, hogy most ez a kifizetős dolog nem tetszik egyáltalán, és teljesen le vagyok döbbenve, mert hát ugye én is vártam a hónap végén a pénzt, aztán lófaszt, így ki tudja, mikor fogok kapni valamit is, de mindegy. Tehát akik új partner, tehát most akarnak partnerek lenni, és vagy új csatornát csinálni, hogy ők majd ebből pénzt szereznek, meg mit tudom én,
azoknak csak egy olyan tanács, hogy én nekem, mint látjátok, a nagyobb, tehát a fő megtekintéseim külföldről vannak, nem Magyarországról, tehát elvileg többet kapok, mint azt, akit csak magyarok néznek, és mégse kapok havonta $50, szóval még én se kapok havonta pénzt, sőt, még lehet 2 havonta se. Így. Na akkor most tegyétek hozzá, hogy milyen annak, akinek, és nekem van, tegyük hozzá most már, hogy szinte átlagban napi 1500 megtekintésem, úgyhogy még így se kapok pénzt, annyit, amennyire sokan gondolnak. Sokan azt hiszik, hogy most partner leszek, és akkor jövő hónapban annyi pénzt fogok kapni, hogy hihetetlen. Hát nem. Mert egy kezdőnek én is szeptember óta vagyok partner, és eddig hát nem sok pénzt kaptam így összesen. Tehát én azt mondom, hogyha nincs, tehát nem azért csinálod ezt a YouTube-os cuccot, hogy most azért, mert szereted, meg érdekel, meg mit tudom én, vagy azért kezded el, akkor szerintem el se kezd, mert csak időigényes, gépigényes nagyon, és internetigényes. Viszont jövedelmed nem nagyon lesz belőle. A jövedelem, hogy legyen neked a YouTube csatornádból, ahhoz viszont kell, én azt mondom, minimum egy év ahhoz, hogy kapjál annyit, hogy már azt mondjad, hogy na jó, hát ezért már megéri, mert több, mint a semmi. De ha ezt csak azért akarod elkezdeni, hogy pénzt szerezzél belőle, és nincsen saját ötleted, vagy valami, hanem csak tolod a gameplay-eket, akkor nem éri meg. Szóval én nem akarok senkit lebeszélni róla, de ez tényleg így van. Mert jó, hogy adnak 1000 megtekintésre $0,02, de ebből ők még levonják a 40%-ukat is, plusz még egy csomó mindent, amikről nem is tudunk. Szóval ez csak az ilyen új YouTube-osoknak szólnák, meg nem úgy szólnák, hanem így tanácsolnám, hogyha nem azért csináljátok, mert szeretitek, akkor ne csináljátok. Én nem fogom abba hagyni, max akkor, ha leég a gép, vagy levágják mindkét kezem, mert ahogy időm van, úgyis itt ülök a gép előtt, játszok, csinálom a dolgom, így konvertálok, tehát én folytatom, meg hát most már 500 videó fölött vagyok, nem fogom elpocsékolni az akkontomat. De ha csak azért csinálnám, hogy ebből én pénzt szerezzek, akkor nem csinálnám. Vagy azért kezdtem volna el, hogy én most ebből jaj, mennyi pénzt csinálok, akkor nem is gondolkodnák rajta, hogy elkezdjem. Na, tehát ez egy ilyen kis dolog lett volna, egy ilyen zárójel a YouTube partnerségről, Social Blade-nél. Meg úgy általában többinél is ugyanez a helyzet, mert máshol se fizetnek többet. Ahol esetleg meg többet fizetnek, oda nem tudtok bekerülni. Kemint kezdő. Úgyhogy ez így működik. Na. Hát szerintem ennyi lenne ez a videó. Írjátok majd le akkor, hogy a véleményeteket a dolgokról, amikről beszéltem. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz később. Na. Lájkoljatok Facebookon, Twitterre is felvehettek, meg minden fene. Osszátok a videóim, nézzétek, lájkoljátok, iratkozzatok fel, aki esetleg még nincs feliratkozva és nézi a videóim. Hát ennyi lettem volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!